Először indexelt balra, aztán mégsem ment fel az alsó rakpartról. Nehéz volt eldönteni, hogy hol jobb haladni Budán. Az alsó rakparton már régóta lassítani kell, mert építik a vizes világbajnokság egyik helyszínét. Ma reggeltől viszont két hónapig a felső rakparton is korlátozást vezettek be. Senki nem hajthat át a Battyányi téren. A fő utca lett kétirányú. Ez az a szakasz, ahol lesznek a forgalomkorlátozások. A Battyányi tér környékét mutatja a BKK Info vezetője. Lesznek olyan napok, amikor az alsó és a felső rakpart is teljesen le lesz zárva. Volt már ilyen ehhez hasonló korlátozás, sőt nagyobb szabású korlátozás ezen a környéken, hogyha visszaemlékeznek a nézők, a budai fonódó villamos építésekor nagyon hasonló forgalmi renddel ment a környék. Ennek a villamos vonalnak a felújítása is ismerős lehet. Ahol ma még autó parkolt, ott holnap már tilos lesz megállni. A körút déli részén és a budai oldalon sem járnak majd a 4-es 6-os villamosok, mert felújítják a sineket. A busz megállók már kint vannak, de buszsávot nem láttunk. A pótlóbuszok a kocsik között mennek majd. Az autósoknak érdemes lesz figyelniük a közlekedési híreket. Budapesten egymást érik a lezárások és útszűkületek. A sok jelzéstől a BKK Info térképén alig látszódnak az utcák. Felsorolni sem könnyű, hogy Budapesten ezen a nyáron hány helyen korlátozzák az autóforgalmat. Egy biztos 4 hétvégén a listához még hozzájön a szabadsághíd lezárása. A fővárosi önkormányzat döntött úgy a tavalyi sikeren felbuzdulva, hogy júniusban és augusztusban két-két hétvégén csak gyalogosokat és bicikliseket engednek fel a hídra. Az első ilyen alkalom holnap lesz.